Több mint 70 szelei falui lakos gyűlt össze a városrész tegnap délutáni lakossági fórumán a Melinda Parkban. A gyűlést Sipos László tanácsnok, önkormányzati képviselő hívta össze, azért, mert a környék utcáiban egyre több autó jár, és ez zavarja a lakosokat. Elsősorban 5 utca. A Róna, a Csárda, a Nomád, a János Vitéz és a Kisdobos utca lakóit várták, hogy megoldást találjanak a kis utcák megnövekedett gépjármű forgalmára, de természetesen más témákkal kapcsolatban is elmondhatták véleményüket az ott élők. Sipos László a fórumon összefoglalta, hogy a város ipari fejlődésével és az egyre több munkavállalóval nagyon megnőtt a gépkocsi forgalom a Véberede utcán. Amikor a sok autó nem tud ráfordulni a Könyves-Kálmán körútra, akkor a sofőrök a kisebb utcákban keresnek egérutat a torlódás elől. A környéken élők elmondása szerint sokszor veszélyesen fordulnak be az utcákba, és a sebességkorlátozásokat sem tartják be. Reggel 7:30 és 7:45 között elviselhetetlen a pluszforgalom, főleg a tanév alatt. A régóta fennálló gondok megoldására javaslatokat mutattak be a városüzemeltetési osztály szakemberei. Falu György alpolgármester elmondta, a városvezetés eltökélt és mindenképpen szeretne segíteni az itt lakóknak. Léteznek műszaki megoldások a környék gondjaira, de ezeknek hátulütői is vannak. Az utcák lakói maguk dönthetnek arról, hogy bukkanóval, útszűkítéssel vagy egyirányúsítással szeretnék elérni a forgalom csökkenését. Az alpolgármester hozzátette, a Könyves-Kálmán körút Véberede csomópont rendezését nehezíti, hogy a Magyar Közút tulajdona. Jelenleg egyeztetések zajlanak a fenntartóval, hogy egy körforgalom megoldaná-e a helyzetet. Sipos László kiemelte, hosszú távú megoldást az Izsáki utat és Halasi utat összekötő elkerülő megépítése jelenthetne, erre viszont még várni kell.